Az elmúlt években még maszk nélkül csúszhattak a vendégek a zeppelini síarénában. Ezek a felvételek még tavaly készültek, amikor a sípálya saját szabályain kívül más korlátozásokra nem kellett készülni a téli sport szerelmeseinek. Az A1-es pályát és a T1-es tanulópályát az idén is megnyitották már. Átlagosan körülbelül 60 cm hóréteg borítja őket, úgyhogy a síelésre abszolút alkalmas. December 3-án több éjszaka sikeres hóágyúzás után megnyitottuk a főpályánkat, ami 1,1 km hosszú, és elindult vele a négyüléses felvonónk. Na most tekintettel arra, hogy egyéni sportról van szó, szabadtéri sportról van szó, friss levegőn, a síelés a vírus szempontjából egy veszélytelen sport. Kiemelten megjegyezném, hogy a távolságtartást elősegíti a létesítmény óriási mérete. Tehát itt csak az egyik sípályánkról, ha beszélünk, az 2,2 hektár, tehát nálunk még teltház esetén is több mint 20 négyzetméter jut egyetlen sportolóra. Fontos, hogy viseljen mindenki védőmaszkot vagy csősálat és kesztyűt, illetve kerülje a tömörülést. A két előbbi még jól is fog esni, mivel idén is sikerült igazi téli idillt varázsolni a pályákra. Ami pedig nagyon pozitív, és ami miatt én szerencsés helyzetben érzem magunkat, az az, hogy itt nem kell veszekedni, viaskodni az emberekkel, hogy viseljék a védőöltözetet. Tehát nálunk is a sípálya területén most teljes szélességben kötelező a maszk és a kesztyű használata, de ugye ez eddig is a síelésnek egy alaptartozéka volt, ezért az emberek természetesnek veszik és rutinszerűen hordják. Annyi, hogy most nem csak a sípályán, meg a sífelvonóban, hanem most mindenhol kell hordani, de ezen a helyszínen azért könnyebben megbarátkoznak ezzel a dologgal az emberek, mint mondjuk egy szupermarketben. Az Intersport síaréna területén a szánkópálya nem üzemel.